készülnek a mézes kalácsok a Tiszacsomai Tóth család konyhájában. Ági és lányai, Zsófia és Réka kihasználják az alkalmat, hisz a naponta frissülő áramellátási táblázat alapján tudják, hogy még 3 órán át lesz villany a házban. A család a kezdetekben egyáltalán nem bánta az áramszüneteket, hisz ilyenkor összegyűltek a gyertya körül, beszélgettek, társas játékoztak. Azonban mivel Ági cukrász, az ünnepek közelettével az egyre több torta és a sütemény megrendelését sajnos nem minden esetben tudta időre elkészíteni. Minden bosszúság ellenére úgy gondolja, hogy az a legfontosabb, hogy ilyenkor se feledkezzenek meg arról, hogy az év legvarázslatosabb időszakára, Jézus születésére készülnek. Összegyűltünk egybe, mert tényleg egy helyen volt világ, és akkor nem is tudom, unóztunk, meg kártyáztunk, meg ilyenek, hogy nem nyomogta mindenki a telefonját, hanem együtt voltunk. De aztán, mikor jöttek ezek a sűrű kikapcsolások, hát az igen, ez már ilyen nagyon bosszúsághoz vezettek, de ugye a karácsony az pedig nem az kell, hogy legyen a lényege, hogy az áram, hanem valamilyen szinten, hát rá kell, hogy hangolódjunk, mivel várjuk a Jézuska születését. Nem díszítjük, hanem belevágjuk a tartalmába. Amíg a lányok bent készítik a karácsonyi innyenséget, addig a fiúk az udvaron belefaragják a fenyőfát az alapjába. Petike, a legkisebb gyermek igazából a focizást választaná legszívesebben, de mindig készséggel segít apukájának. A háború kitörését követően, ahogy sok más család a vidéken, úgy Tóthék is elbizonytalanodtak. Úgy érezték, hogy kiszámíthatatlan jövő vár itthon rájuk, ezért az egész család felpakolt és ideiglenesen Magyarországra költöztek. A kicsik iskolába jártak, a szülőknek is akadt munka. Azonban mégis hiányzott a szülőföld, amit igazán semmi sem tud pótolni, ezért végül hazatértek. Mondták, hogy itt nincsen semmi gond, nehéz a helyzet, de mi is távolodtunk körülbelül egy fél évig, és hazavágytunk. Végül is hazavágytunk, oda vágytunk haza, ahol születtünk. Hát hiányzott minden. Ott is jó volt, csak hát valahogy itthon jobb. Itt vannak a szomszédok, itt vannak a rokonok, és a rokonság itthon volt mindenki. Jöhet is ki a sütőből a mézes kalács, közben pedig már a fiúk is csatlakozhatnak a díszítéshez. Sajnos a hatályos megyei törvények szerint tilos mindenfajta karácsonyi kivilágítást használni a házakon és az ablakokban, azonban a Tóth család igyekszik a gyerekek szívét karácsonyi díszbe öltöztetni azzal, hogy együtt készülnek az ünnepekre. Petike azonnal elő is rukkol a nemrég megtanult karácsonyi versével. Karácsonykor csillag gyújt ki, Betlehem felett, Betlehem is telóban Jézus született. A Tóth család az ajándékozásban is a szerénységre neveli a gyerekeit, ezért tudják, hogy nem maga a tárgy, hanem a mögötte rejlő szeretet és az igyekezet számít igazán. Mi szoktunk képeslapot csinálni, meg ilyen kis apróságokat adunk egymásnak. Hát inkább úgy szokott lenni, hogy minden évben más valaki adja az ajándékot, hát az idén én fogom adni. Igen, hát a képeslapokat tegnap akartam megcsinálni, csak hát elment az áram, és hát sötétben nem láttam. A már 15 éve boldogságban együtt élő házaspár a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének egyik oszlopos tagja. Az idén 10 éves fennállását ünneplő szervezet a háború kitörését követően sem engedte el tagcsaládjai kezét, sőt, igyekszik minél több értékes programot szervezni nekik. Azt, amit nekünk kell tenni, megnyitni szívünket. Az év utolsó legnagyobb összejövetele a karácsonyváró ünnepség sem maradhatott el. A Ne félj csak higgy nevet viselő találkozóra, amely idén már a 9. alkalommal hozza össze az ünnepek előtt a szervezet tagjait, több mint 200 család látogatott el. A nagycsaládosok eseményén részt vett dr. Szilágyi Péter, nemzetpolitikáért felelős államtitkár is. Lehet, hogy idén nem kerül annyi ajándék a fa alá, de kívánom, hogy szeretet és béke töltse meg a szobákat, hiszen erről szól a karácsony, örömet szerezni azoknak, akiket a legjobban szeretünk, fogalmazott a politikus. Öröm volt látni, hogy ilyen sokan el tudtak jönni a nehéz helyzet ellenére, hiszen tele volt a főiskolának az aulája. Örülünk annak, hogy maga a szervezet tudja folytatni az áldásos tevékenységét a háború ellenére, és öröm azt látni, hogy a kárpátaljai nagycsaládosok egyben tudtak maradni, hiszen itthon vannak a férfiak, el tudják látni a családot. Öröm azt, hogy a gyermekek iskolába tudnak járni, magyar intézménybe tudnak járni, és összességében az is, hogy meg tudnak így maradni Kárpátalján a nehéz helyzet ellenére magyarnak.
A nap fénypontja ilyenkor kétséget kizárólag mindig az, amikor a kicsik átveszik a cipős dobozba rejtett ajándékokat. Az úgynevezett angyalbatyukat néhány nappal korábban juttatta el számukra a katolikus Caritas. Tarpai József, a KMNE elnöke szerint a gyerekek mindig nagy izgalommal várják az ajándékokat, hiszen azokat anyországi szülők és gyermekei készítik számukra nagy szeretettel. Ezért minden egyes doboz tartalma személyre szóló meglepetést jelent. Minden évben a Magyarországi Caritastól kapunk ajándékokat. Ők angyal batyunak nevezik, ez egy cipős doboz, és a anyországi családok, gyerekek belerakják azt, amit gondolnak ajándékba, ez egy ilyen meglepetés doboz. És a gyerekek nagyon szeretik, nagyon várják már évek óta, tehát ez nyilván nem a pénzről szól, meg nem a nagy ajándékokról, ez a meglepetésről szól, arról, hogy együtt éreznek velünk, ahol most nincs áram, ahol most légiriadó van, de mégis a gyerekek azok gyerekek, és örülnek az ajándéknak, és reméljük, hogy egy meglepetés lesz nekik, és kitartunk itt a Kárpátalján a családok, és reméljük, hogy áldott karácsonyunk lesz, és vége lesz ennek a háborúnak, és tovább tudjuk élni a hétköznapi életünket. Erre vágyunk a szívünkbe, és ezt kérjük a jó Istentől. Az, hogy ilyen sokan gyűltek össze a mostani karácsonyi ünnepségre, reményt keltő. Hisz jelzi, hogy milyen sok család ragaszkodik a szülőföldjéhez, még ezekben a nehéz időkben is. A tiszacsomai Tóth családhoz hasonlóan 10 hónappal ezelőtt sokan döntöttek az ideiglenes elvándorlás mellett, hiszen kéne helyezni gyermeke jövőjét minden elé. Azonban a szülőföld iránti mérhetetlen szeretet szinte mindenkit hazavezérelt. Fontos számukra, hogy szeretettel a szívükben és békességgel a lelkükben éljék meg a téli ünnepeket, még ha most mindennél nehezebb is, de akkor is kitartanak és várják, hogy eljöjjön a béke.